Beszéljünk akkor a minőségi áru átvételről. A minőségi áru átvétel, ugye érzékszervi úton történő áru átvétel, vagy laboratóriumi vizsgálatok kérése, ugye a megfelelő szakhatóságoktól. Tehát tudjuk mi magunk is érezni, vagy látni. Tehát érzékszervi átvétel, minőségi átvétel, vagy laboratóriumi. Ugye a laboratóriumi szakhatóság, ilyen az ANTS és a NÉBI, magyarán Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ez a NÉBI. Egyébként a laboratóriumi vizsgálatnak mindig a vétkes fizeti majd meg a költségeit. Tehát, hogyha, mit tudom én, hozzánk nem megfelelő minőségű termék érkezik, akkor ugye, hogyha nem ismeri el a beszállító, hogy ő hibázott, olyankor lehet kérni laboratóriumi vizsgálatokat, és akkor majd kimutatják ezek a laboratóriumi vizsgálatok, hogy melyik folyamat során romolhatott meg az áru. Következő, a minőségi áruátvételnél ugye fontos ellenőrizni néhány dolgot. Tehát a szállító jármű tisztaságát ellenőrizni kell a minőségi áruátvétel során, illetve a szállító jármű hőmérsékletét, főként hűtött termékek esetén. A hűtőlánc egyébként nem szakadhat meg. Tehát folyamatos hűtőláncot kell biztosítani. Tehát ellenőrizzük a szállítójármű tisztaságát, a szállítójármű hőmérsékletét, illetve a minőségi áruátvételnél ellenőrizzük a minőség megőrzési időt és a fogyaszthatósági időt. A minőség megőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő ből legalább kétharmad legyen még vissza. Tehát a lejárat előtt még kétharmad legyen vissza, akkor ugye még átvehetjük a terméket. Hogyha egyharmad van vissza, ugye a termék fogyaszthatósági idejéből, vagy minőség megőrzési idejéből, akkor vissza kell küldetni a terméket. Tehát ha kétharmad van vissza, akkor még nyugodtan bevehetjük az árut, hogyha egyharmad van, akkor onnantól kezdve már nem. Illetve a minőség megőrzési idő és a fogyaszthatósági idő ellenőrzésén kívül még ugye ellenőrizni kell, még hogy sérült-e az áru. Tehát, hogy van-e rajta sérülés. Illetve ellenőrizni kell a kísérő dokumentációkat, a törvényi előírásokat. Tehát zöldség, gyümölcs esetében a permetezési naplót is ellenőrizni kell. Vagy a származási helyet is ellenőrizni kell. Tehát, hogyha küldenek hozzánk zöldséget és gyümölcsöt, akkor ugye permetezési napló és származási helyet is kell kérnünk a beszállítótól. Ha meg vegyi áru érkezett, akkor biztonsági adatlapot kell kérni. Illetve maghőmérsékletet kell mérni tőkehús esetében. Tehát nem elég, hogy a szállítójármű tisztaságát és a szállítójármű hőmérsékletét tudjuk, hanem még a tőkehús esetén még maghőmérőt is kell alkalmazni. Illetve minőségi áruátvételnél kategóriába kell sorolni a élelmiszereket. Például zöldség, gyümölcs esetén ugye első osztályú és másodosztályú termékeket különböztetünk meg egymástól. Ugye főként az üzleteknek ugye első osztályú termékeket kell, hogy forgalmazzanak, de ugye előfordulhat néhány másodosztályú termék is. Tehát kategóriába kell sorolnunk az érkezett árukat a minőség megőrzés, a minőségi áru átvétel során.
És nagyjából szerintem a minőségi áruátvételről ennyit, hogyha röviden még elismételni még egyszer a tanulás kedvéért, hogy miket fontos megjegyezni. Tehát minőségmegőrzési idő, ugye fogyaszthatósági időt kell ellenőrizni, a szállítójármű tisztaságát és a hőmérsékletét, illetve hogy az áru sérült-e, illetve a permetezési napló és a származási jegy gyümölcsök és zöldségek esetében, illetve a osztályba sorolás, ugye első osztály, másodosztály, és a mag hőmérséklet. Vegyi áruknál ugye meg a biztonsági adatlap. És nagyjából szerintem a minőségi áruátvételt ezzel be is fejeztük volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!